A 70-es évek elején volt egy óriási sláger, amit én énekeltem, óriási szerencsém volt, egy hihetetlen aranyos kis partnerrel énekeltük ezt a dalt. Azt is el kell, hogy mondjam őszintén, hogy mikor ezt a dalt énekeltük, az egész ország zokogott. Soha nem felejtem el, mikor bemutattuk a dalt Szentendrén, énekeltük, és lenéztem, és akkor láttam, hogy a nézőtéren mindenki zokog. Mondom, Jézus Isten, mi lesz itt? Egy olyan dalt énekünk, amin az emberek sírnak, de aztán végül is óriási sláger volt. Nagyon nagy sláger volt. Hát sajnos, avalakivel énekeltem ezt az alatt abban az időben, most nem tudom elénekelni, mert a hölgy már egy felnőtt, komoly, gyönyörű, szép nő lett, de kerestünk egy újabb partnert. Ugye engedjék meg, hogy ezt a dalt most fölelevenítsük. Halló! Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg, kérlek szépen, várom válaszát. Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is. Hívjad, siess hát, biztosan elűzöm a bánatát. Mondd, bácsi, te valami rosszat tettél az anyukának? Amikor keresed, mindig azt súgja, mondd, hogy nem vagyok itthon. Hát mondd el, hogy milyen a szobád, és áruljad el azt is, hogy írni tudsz-e már. Hát tudok írni, pedig még csak óvodába járok, az anyukám tanított. Tudod, nekem nincs apukám, mint a többi gyereknek. Hidd el, nekem is fáj, 7 éve szenvedek már, és egyre csak várok reját. Az nem lehet, mert én még csak 6 éves vagyok. Bácsi, miért nem szólsz? Sír a telefon. Kislányom, én sírok, gyötör egy nagy titok, s ha erre gondolok, félek, hogy választ nem kapok, érzem, hogy mást szeret, így élnem nem lehet, ezért sír oly nagyon a telefon. Ne sír! A képet 1000-szer láttam már, szeretném, hogyha végre mi együtt nyaralnánk. De láttál már engem? Én már úszni is tudok, majd megmutatom neked, meglátod, milyen ügyes vagyok. Kérlek, segíts hát, én úgy szeretlek téged, s az anyukád. Te szeretsz minket? Miért? De én még soha se láttalak. Bácsi, miért sír megint a telefon? Kislányom, én sírok, gyötör egy nagy titok, s ha erre gondolok, félek, hogy választ nem kapok, érzem, hogy mást szeret, így élnem nem lehet, nélküle céltalan a holnapom, és ezt nem akarom, félek, hogy mást szeret, s így élnem nem lehet, ezért sír oly nagyon a telefon. Kért hát, hogy várjon, már megy el, hogy megbocsásson, elment. Ha elment mégis, elbúcsúzom én is. Szervusz, bácsi! Szervusz, kicsi! Hölgyeim és uraim, szeretném bemutatni legújabb partneremet, Németh Nikoletta!